Hé, gyerekek, gyerekek, gyerekik! Vége van már ennek a szopós hétnek, hál' Istennek. És még nincs vége. Úgy van vége, hogy még nincs vége. Nem ért véget. Héten most voltam másodszor az állomáson vonatjegyet venni. Szar ez a virág. Ki kell hajtani innen a rákba. Ja. Mert itt brainstormingoltunk a tesómmal, hogy hogy lenne az érkezés, indulás, érkezés. Aztán, hát mondom én, hogyha 2-től 4-ig szórakozok Pesten, délután, és 4:30-kor megy a vonat, relatíve nincs messze a hely, ahova megyek, mert a nyugatitól, mit tudom én, 2 saroknyira, de hát nem biztos, hogy én ott kapnék egyet még 20 perc alatt, tehát úgyhogy inkább az a biztos, hogyha megveszem a jegyet. Csak ez a vonatjegy, ez nem tudom, hogy van itt nekem egy tűzőgépem. Jó anyámnak volt mindig tűzőgépe, de szerintem mikor elbitangolt, akkor azt elvitte magával, és már nekem nincsen. Melóba kellett volna összetűzni a vonatjegyet, csak még az egyrészt az egyiket most vettem meg, a másikat meg. Na hát nem lehet tárcát meg ilyet bevinni, azt papírfecniket, meg nem akartam a zsebembe legyen, bazd, mert 10 000 forint értékű vonatjegy, mert mondom, fogom, összefogom valami papírral, azt kivágom a kukába, hol lesz nagy sírás, rívás, meg fogaknak csikorgatásra, ugye klasszikusokat idézzek. A szamárfészkemet nézzük, itt minden tiszta, itt rendes. Csak az ágyba táplálkozás nyomai láthatóak itt van, de nyugi, nyugi. Hol lehetne tűzőgépet találni? Nem emlékszem, hogy a fiókomba lett volna. Itt minden szar, csak tűzőgép. Pont az nincs sose, ami kéne. Technokó, kombinált fogó. Jó, még ebből 2 van ebben a mikrofonból. Na, azt mondtam valakinek, hogy 1 darab van belőle. Na most azt fogja hinni, hogy én hazudtam, pedig én úgy emlékeztem, hogy 1 van belőle. 3 volt akkor. Egyet oda ajándékoztam múltkor egy vlogger kollégának. Itt is mi van, öcsém? Bringa készlet. Amán pedig, öcsém, nem vagyok szegény, hogy majdnem állt itt az SSD beépítőkeret. Ehhez is van csavarvája. Na, akkor kéne egy, azt mondta valaki, hogy kéne egy beépítőkeret unboxing agyfasz, illetve a beépítőkeret agyfasz. Hát, most nem nagyon szeretném a gépemet. Nem igaz, hogy nincs egy tűzőgép. Jó ember. Úgy, mi van itt? Ki emlékszik erre a telefonra? Siemens, bassz meg. Ez még nem volt smart telefon, mert nem volt neki operációs rendszerű, de már átmenet volt az analóg telefonok meg a smartphone-ok között. Na, szóval, aksi, hát se ez meg nincs tűzőgép. Mondom, hogy valahogy kiként állom valami kreatív módját, hogy összefogassam azokat a vonatjegyeket. Hanem megmutatom, mi a probléma.
Tesóm azt mondta, hogy legközelebb regisztráljak be az elvirára, és vegyem meg elektronikusan a jegyet. Csak azzal megint ott, hogy hogy nyomtatom ki? Most menjek azért el a könyvtárba, hogy kinyomtassam. Erről a könyvtárba szokott nyomtatni. Várjam, a Strava megy még. Legyen hatékonyabb a Google-a, takarodj már, kihagyás, mi ez? Honnan Strava? Strava. Save activity. Data sync filer, miért? Hát van wifi. Kuhár Bence írt. Majd ha vagy, írj, légy szíves, oké. Okay. Mindjárt. Csak megcsinálom ezt a vlogot. Na szóval az a baj, hogyha vonat jegyet így kapja az ember, négy darabba. És hát ember legyen a talpának egyiket a másiktól meg tudjuk különböztetni. Van egyszer egy nyugta, kifizetésről, meg egy eladás, egy széle a kártya tranzakcióról, meg van maga a menetjegy, meg van maga az Intercity helyjegy, vagy pótjegy, vagy faszom. És az ezeket az ember összekeveri, a múltkor úgy jártam, hogy pont az érvényes jegyet hajítottam ki. Hát mondom, az már nem kell. Mikor a tesóméknál voltam karácsonykor. És felszálltam az Intercity-re, és akkor látom, hogy ülnek a helyemen. Azt meg jól kiosztottam a nénit, hogy minek foglalta el a helyemet, már pedig az én jegyem odaszól, ahonnan ül, és mindjárt megyek, hogy szólok a kalauznak, hogy csináljon a rendet, meg mit tudom, és akkor tudod, dúlok, fullok. Nézegettem a jegyet, bazd meg, hát nem is arra a napra szól, meg nem is arra a vonatra, bazd meg. Epic volt. Na mondom, most a kalauz azt fogja hinni, hogy én blitzelek, ez meg a másik. Tehát ez az odaútra jegy, ez ugyanilyen stóc. Tehát ugyanez a négy darab stóc. Na mondom, most a kalauz azt fogja hinni, hogy én blitzelek, és akkor mert érvénytelen helyjegyre szállok fel a vonatra. Most ezt hogy magyarázom meg neki? Úgy meg büntet, mint a sic. Úgy meg pautdíjaz. Aztán nem vette észre. Azt mondta a néni, hogy ne szóljak neki. Hát, ha nem veszi észre, mondom, eszem ágába se volt neki szólni. Úgyhogy, szóval szerencsém volt végül is, de azért, na, leizzadtam kicsit. Főleg úgy érted, hogy mert ha még tényleg blitzeltem volna, érted, és lebukok, akkor az úgy van vele az ember, érted, hogy na, akkor fizet. Mert benne van a kockázat. De úgyhogy tényleg meg is vettem a jegyet, aztán kivágtam a kukába. Hát nem. Úgyhogy ezért kéne nekem egy tűzőgép, de csak ezért nem fogok venni egyet. Nincs be. Ó, te fiú. GoPros, izé. Ah, biztos nem láttok ide be. A mindjárt befákjázok ide nektek. Vájá csak. Hú, de bevilágítunk. Hú, mik vannak itt. Telefontartó. Öntapadósok. Van egy vadi új frame-em a GoPro-hoz, hogyha egy tartalék, mert egyszer eltört a frame, és egyből kettőt vettem hozzá. Hátlap, skeleton. Hú, mindenféle gorillapod. Selfie-bot, amit Herbie-től kaptam, ezt viszem most magammal Pestre szerintem. Ezért Nikon nem viszek, hát minek. Nem izére megyünk. Hát itt a LCD backpack, ezt is megvettem, bazd meg. Majdnem 8000 forint volt, ezt nem is használom sose. Egyszer használtam valami főző videóból,
beállítani belőle. Ez itt sincs tűzelgép, jó ember, ez micsoda. Ó, te, az egy jó minőségű hosszabbító, 2,5 méteres kábel hosszabbító. Ó, te, mennyi csodálatos dolog van ebben a izébe, ugye? Ugye, gyerekek? Nincs tűzőgép, bazd meg. Ebbe a szobába. Ahogy ki van teregetve. A ruci. Majd itt se látok. Ment vérnyomás mélyre. Hát akkor majd megpróbálom a jegyet nem elhagyni. Majd egy fekete dobozka. Auté, milyen motoros napszemek van benne? Hát nincs benne. Semmi nincs, nincs itt semmi se. Ebben mi van ebben? Azért nem mutatom, mert nem akarom. Nincs itt úgyse. Hiába. Hiába, 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 hiába. Na, holnapi napom akkor úgy lesz, hogy hát megy a vonatom, várjál csak, mikor? 11:30-kor? Azt mindjárt megnézzük akkor. Azt mondja, hogy most már úgyis megláthatjátok a jegyetet, most már a live-ban már kibeszéltük, hogy mikor érkezem hova, azt lehet, hogy ott lesz Kőbánya Kispest, amikor leszállok a vonatról, ott lesz 50 darab Túri Tamás rajongó. Azt mondja, hogy második hó 17, 15, 20. Az mi? Ja, az az érkezés. De jó, hogy miért nem a... Ja, hát az csak ez egy 13-3-kor indul Debrecenből. Várjál, mert nem úgy megy. Mert erről csak izé van. Képernyőfotó van, mert kifényképeztem a menetrendekből. Elsőn a mávnál, hogy ne, már úgy kell mennyi jegyet venni, hogy te tudod, hogy hanyas számú Intercityhez, milyen pótjegyet hova szeretnél, azon. Minden tudni kell. Kenni vágni kell. Azt mondja, hogy 11:26-kor. És én 3 órával előtte fel akarok kelni. Nem fogok olyan nagy izéket csomagolni, hogy izé, szendvicske, meg mit tudom én. Faszomat, lemegyek ide a burítóba, veszek egy nagy girosztálat előtte, mit tudom én, 10:30-kor. Egy nagy girosztálatot becsomagolják, be a hátizsákba, ugye az még meleg is, azt akkor Debrecenben miután átszálltam az izére, az Intercity-re, 1 órakor megeszem útközben. Azt le lesz tudva a kajálás egybe. A City az meg 2 óra alatt fenn van Pesten. Tehát hát 13-10 körül indul, és 15-20-kor vagyok Kőbányak is. Az jó. A City-t szeretem. Nem szoktam szarakodni azon a 350 forintos helyen, mert nézem, hogy van olyan vonat, ami ugyanakkor indul, csak személyvonat, megy végig Debrecenből Pestre, és egy egész órával, sőt, több mint 1 óra, meg 20 perccel később ér fel Pestre. Annak idején sokat utaztunk személyvonattal, de most már nem szarakodok vele. Ritkán megyek fel Pestre, nem a izé kerül sokba a helyjegy, úgyhogy azon én nem spórolok, ezt akkor kényelem, meg hangszigetelt, meg hőszigetelt, meg megy, mint az állat, meg van rajta a wifi, meg minden. Azt rendítsek. Úgy ki lehet bírni a pesti utat. Csak a Nyírbátor Debrecen utat ne kéne megtenni.
Az a legszarabb az egészbe. Visszafele meg még szarabb. A Cityről leszállsz, azt átmész a személyvonatról. Jó. Kiköpöm már rágott, mert rám szólt már valaki, hogy tiszteljen már meg annyival a nézőimet, hogy nem rágózok. Ki van köpve, látod? Látod? Ráragasszuk a lencseire, így. Na, ne most dumáljál, hogy milyen gusztustalan undorító, amikor látja, hogy csámcsogok. Na most ez milyen volt? Húbad meg. Én összegen nyomoztam a lencsét. A GoPro mindent kibír. Figyelj csak. Inni. Megnyoljuk. Megtörüljük. Azt minden oké. Ennyit a rágóról. Legközelebb is reklamálni fog érte valaki, úgy fogok vlogolni, hogy szíjjel lesz kenve a lencsén. Végig. Na. Úgyhogy holnap... Holnap délután. Kuhár Bence, Zsani, este tesómék, Bugyi, és utána szombaton visszabuszozok Pestre, és Don't Panic Akadémia ügyféltalálkozó. Hey! Majd lesz vlog arról is.